Szép jó estét kívánok! Ez egy ünnepi beszélgetés lesz, kedves nézőink. A fehérvári beszélgetés vendége Záocki Noémi. A beszélgetésünk alapja pedig, hogy az évad nyitón köszöntöttek téged, mégpedig azon alkalomban, hogy 25 esztendeje alapítótagként vagy jelen a mi életünkben, a színház életében, hála Istennek teszem hozzá. Ezúton gratulálok. Nagyon szépen köszönöm. És emellett pedig... Nem értettem, miért van ott az a párna. Gratulálok. És emellett pedig gratulálok ahhoz is, hiszen szeptember 20-án volt a születésnapod. Igen, igen. Isten éltessen, igen. És köszönöm, hogy itt vagy velünk. Nagyon szépen köszönöm én is, és köszöntöm én is a nézőket. No, tehát 25 esztendő. Ugye volt már egy hosszú beszélgetésünk, tehát azt onnét tudjuk, hogy a Berzsenyi Dániel gimnáziumban jártál Budapesten, olasz-orosz szakra, az olasz a kedvenced, Olaszország nem különben, hiszen a déd nagypapád is olasz volt, mint később kiderült, erről már beszélgettünk. Beszélgettünk arról is, hogy a vendéglátóipari főiskolára felvételiztél, aztán végül is megtaláltad azt a hivatást, ami azt hiszem, hogy csodára bejött. Bízom benne, hogy ez így van, és hogy ez a bizonyos köszöntés is talán ezt támasztotta alá, hiszen 25 éve dolgozom ebben a színházban, játszom a színpadán. Én ott elmondtam, amikor ez ugye váratlanul érintett ez a köszöntés, és meglepett, hogy tulajdonképpen a papír az csak egy dolog, hogy az ember milyen iskolát végzett, de és szerintem én ezeken a deszkákon lettem színésznő. Itt váltam felnőtt emberré, itt alakultam azzá, aki a mai napon vagyok. Úgyhogy én remélem, hogy ez egy jó választás volt. És azért idézzük fel azt az első pillanatot, amikor deszkára léphettél itt Fehérváron. Ez nem volt más, mint a színezős Csehó. Nem tagként történt, ez egy remek komédia, azt hiszem, hogy máig emlékszünk rá. Ráadásul ugye arról is szó esett, hogy ezt a darabot látta maga Szikora János, bár ennek semmi jelentősége már, mint a mára. Olyan jelentősége van, hogy nem akkor találkoztam vele először, amikor az igazgatóm lett itt Székesfehérváron, hanem az ő segítségével, illetve ugye ő látott meg ebben a darabban, és így kerültem a Pécsi Nemzeti Színházba 1992-ben. Úgyhogy ez talán valamilyen párhuzam vagy érdekesség, hogyha mondjuk tegyük fel, csak egy kicsit álmodozzunk, hogy mondjuk innen megyek nyugdíjba, akkor az első színházamhoz is volt köze, ahol szerződésem volt, a Pécsi Nemzeti Színházhoz, meg akkor ilyen szempontból bízunk benne, hogy az utolsóhoz is, hogy akkor én itt maradok, mert ha engem kérdezne meg bárki, akkor a szívem ide költ, és nem csak a színházhoz, a városhoz, az emberekhez most már. Tulajdonképpen ezzel nincs mit szépíteni, a fél életemet itt töltöttem. Így van, most már itt vagy otthon. Úgyhogy, igen. Ráadásul lakás szempontjából is. Igen. No, azt viszont tudjuk, mielőtt megjönnénk 95-re a Vörösmarty Színházhoz, hogy a Pécsi Nemzeti Színházban te ugye úgy fogalmaztál, hogy egy kicsit otthontalan voltál Pécsett, viszont emellett szabadúszóként rengeteg filmszerep, rengeteg televíziós filmben szerepeltél, és azt hiszem, hogy ha a nézők zöme, mármint Magyarországon a televízió nézők zöme, bizonyosan tudja, hogy melyek voltak ezek a darabok. Tehát ez is egyfajta út volt, ugye? Én örülök egyébként ilyen szempontból, hiszek abban, hogy soha semmi nem történik véletlenül. Ez is egy fontos állomás volt az életemben, nyilván az is, hogy azt egy picit ilyen kudarcként éltem meg, hogy így eljöttem, mert ennek kapcsán volt lehetőségem ugye sok minden másba is kipróbálni magamat, akár sorozatba, akár egy alkalmas filmbe. Óriási élmény volt az életemben, nagyon sokat köszönhetek neki. Nyilván azt nem kell elmondani senkinek, hogy mekkora úr és hatalom a média. Abban az időben rengetegen felismertek az utcán. És nyilván ilyen szempontból egyik munka a másikát vonzotta. És így jó volt megtapasztalni azt is, hogy milyen egy filmes világ, milyen a kamerák előtt mozogni, milyen kipróbálni magamat egy csomó minden más szerepben is, mert ugye azt nyilván tudják, hogy a színház az nagyon más munka szempontjából is, mint a filmezés. Így van, de azért nagyon sokat adott a filmezés is. Nagyon, de szerintem sokan vagyunk így ezzel ebben a szakmában, hogy viszont a színházat senki nem cserélné le, hogyha megteheti.
semmi másra, mert annak a varázsa, hogy az ember ott áll élőben a színpadon, és mindent akkor ott abban a pillanatban kell produkálni, azt nem lehet összehasonlítani azzal, hogy ha legfeljebb elrontom, akkor egy új csapóval veszünk egy új felvételt, mert itt nincsen ismétlése lehetőség. Itt ott kell lenni koncentrációban is, fegyelemben, figyelemben, mindenhogy. Isten adta, tehetség, szorgalom és alázat kell ehhez. Benned megvolt minden, az alázat is. Bár én azt gondolom, hogy ha valaki önmagában nem csak a szépségével hódít, az ma már kell, hogy természetes legyen. Voltak-e az első pillanatban, tehát most már 95-nél járunk, amikor megérkeztél, voltak-e olyan nehézségeid, hogy a beilleszkedés egy kicsit még zökkenőkkel járt? Talán a beilleszkedés annyira nem, mert viszonylag egy közvetlen ember vagyok, és eléggé jól megtaláltam a hangot mindenkivel, és az már egy óriási előny volt nekem Pécshez képest, hogy sokkal közelebb voltam, illetve, hogy itt nem is itt laktunk, az elején én még ugye ingáztam, volt a színháznak egy busza, és akkor nem éreztem azt a fajta magányt, vagy azt a fajta fura kiszolgáltatottságot, mint amit Pécsen éreztem, hogy nem tudok hazamenni a barátaimhoz, a szeretteimhez, hogy teljesen egyedül vagyok, hogy senkit nem ismerek, mert legrosszabb esetben este hazamentem, ugye, és találkozhattam otthon a barátaimmal, de valahogy, mivel ide nem is csak egyedül jöttem, hanem akkor ugye voltunk 10, nem voltam annyira ismeretlen közegbe, illetve mi voltunk ugye a társulat magja, aztán a későbbi években hozzánk szerződtettek még színész kollégákat, és akkor így alakult ki a csapat. Úgyhogy valahogy ez egy ilyen családdá érett itt is, és akkor már rögtön elment az a szomorúság vagy feszültség, hogy jó, a családom meg a barátok otthon vannak, mert átalakult ez a színház egy ilyen nagy családdá és baráti társaság. Igen, hát az önálló társulat létrehozása óriási felelősség, viszont nem feledhetjük el, hogy a színész számára kitörési pont, színész, rendező számára egy óriási lehetőség szintén. Miként éltétek ezt meg? Hiszen egy önálló társulatot megalapítani, az én azt mondom, hogy az egy misszió. Szerintem én akkor, amikor ez a, vegyük konkrétan, mert emlékszem arra a bizonyos sajtótájékoztatóra, ami a polgármesteri hivatal Kistanástermében volt, és akkor a város részéről lehetett érezni, hogy ez mekkora nagy dolog, de én 20 évesen, őszintén bevallom, nem fogtam még ennek fel a súlyát, meg a jelentőségét sem. Erre idővel jöttem rá itt a színházban, hogy ez egy mekkora óriási megtiszteltetés, érdem, kitüntetés, csodálatos lehetőség és dolog az én életemben, hogy részese lehettem, és tulajdonképpen a mai napra egyedül maradtam a társulati alapító tagok közül, és ez egy olyan kitüntetett megtiszteltetés, legalábbis én ezt ennek élem meg, amivel tulajdonképpen most egyedül rendelkezem, és ez egy óriási kincs, és én ezt nagyon nagy becsben tartom. Igen, hát kincs vagy nekünk is, és ez nem azért, mert itt vagy, egyértelmű, hogy vezető színésznőként 25 esztendőn át szolgálni ezt a hivatást, ez óriási dolog. De jó, hogy mondtad, bocsáss meg ezt a szót, mert nagyon szeretem és hiszek benne a szolgálatban, és én tényleg ezt is érzem. És ezt valóban így éljük meg. 95-ben mi ezt úgy fogtuk fel, hogy na végre. Ugye azért idegesítő volt azzal szembesülni, hogy Veszprémben van színház, már Tatabányán is van színház, és hogy Pestre kell járnunk, ha igazán jó darabokat szeretnénk látni. És akkor elkezdtünk reménykedni, és én azt mondom, hogy voltak nehézségek ugyan, de jószerivel minden reménységünk bejött. Jaj, de jó. Ennek nagyon Igen. örülök. Meg akkor tulajdonképpen én megköszönöm neked is, és az összes többi fehérvári lakosnak, akik így reménykedtek, meg drukkoltak nekünk, mert akkor nyilván ez nekünk egy nagyon jó energiát adott, és segítő löketet ahhoz, hogy ez tényleg létrejöhessen. Beszéljünk az első társulatról. Az már olyan volt, amilyet például adott esetben egy színész megálmodik magának? Nyilvánvalóan nem, mert jó, ez most nagyon szigorúnak tűnt, ahogy kijelentettem, de alapvetően, hogyha belegondolunk, egy társulatot klasszikus értelemben mindenféle korosztályra értünk. Hogy egy komplett Shakespeare művet, mondjuk tegyük fel, ki lehessen osztani
egy társulatból. Ugye mi nagyjából 10-1-korú fiatal voltunk annó, tehát ez egyértelműen szerintem nagyon hamar kiderült, hogy bővíteni kell ezt a csapatot ahhoz, hogy repertoár tudjunk kialakítani, úgyhogy nem mindig vendég kollégákat kelljen hívni az összes többi szerepre. Tehát szerintem egy ideális társulatban különböző karakterek, különböző figurák és különböző korú emberek is vannak, pontosan azért, hogy tényleg egy olyan repertoárt lehessen összeállítani, hogy adott esetben semmilyen vendéget ne kelljen ráhívni. Majd beszélünk 2000-ről, hiszen 2000-ben már Pro Civitate díjas lettél. Én azt gondolom, hogy 5 esztendővel az önálló társulat létrehozása után ez egy óriási történet. Viszont egy kicsit essék szó a vezetőségről, hiszen az első igazgató és rendezők nagy nevek is jöttek egyik oldalról, tehát ez óriási segítség volt, hogy a néző is elhiggye, hogy itt valódi színház lesz, hiszen a színészeket rajtad és néhány néven kívül nem nagyon ismertük, azért valljuk meg. Igen. Viszont húzó nevek jöttek rendezni. Igen. Ezt hogy éltétek meg, hiszen azért az óriási lépcső ilyenkor? Hát szépen lassan én úgy éltem meg, hogy az álmaim elkezdtek teljesülni. Csodálatos érzés volt. Engem még konkrétan a Szabó Gyula felvitelisztetett a főiskolára. Tehát egy színpadon játszani és állni azzal az emberrel, akitől az ember élete függött évekkel előtte, mindenképpen egy érdekes szituáció. Kálla Ilona számomra egy olyan eszményi mintakép volt minden szempontból, én őt egy igazi nőnek láttam, tehát őt, mint nőt is tiszteltem, felnéztem rá, az alázatát, a szorgalmát, a játékát, a természetességét, a humorát, a lazaságát, sorolhatnám a jelzőket, hogy mi mindent néztem csodálva, de amit talán most már így kijelenthetem, hogy tényleg mindig így imádkoztam, hogy Istenem, csak add meg nekem, hogy olyan házasságban élhessek, ahogy a Cilukáék éltek, mert azt végignézni nekem így a színházon belül, bocsánat, de idős korukra ugyanolyan szerelmesen tudnak együtt élni férfi és nő, mint ahogy az ember elképzeli a kezdetek kezdetén a nagy szerelembe. Ez egy csodálatos és sajnos, valljuk be őszintén, nem mindennapi dolog, és remélem, hogy ez teljesült. De én nekem elmondhatni azt, hogy ő például barátnői viszonyban voltam vele, ez egy akkora ajándék az életben, hogy tanulhattam tőle, hogy lelkizett velem, hogy segítséget nyújtott fiatalként. Nyilván sokkal bizonytalanabb akkor még az ember. Bár gondolom, mert aztán később én azt hallottam nagyon sok mindenkitől, hogy engem mennyire magabiztos embernek gondoltak, és ezzel nem azt mondom, hogy egy látszatot mutattam kifele, de nyilván egy határozott ember vagyok, de azért ott belül mindig voltak kétségek, meg hogy fiatalként, pályakezdőként, az ember azért úgy szeretett volna megfelelni, meg úgy mindent jól csinálni, és ebben például nagyon-nagyon nagy segítséget nyújtott. Én is emlékszem még arra az időszakra, amikor elindultak Gyula bácsival a színészház felé, a fő utcán lefelé, és mindenkihez volt egy-egy kedves szavuk, megálltak, és hát igen, a legendáknak voltak éppen így lehet szerezni sok-sok rajongót. És ez nem mesterséges volt? Nem. Egyetlen mindketten nagyon természetesek voltak, és mindkettőben ott volt az alázat, ami számomra elengedhetetlen a mai világban. Én nagyon sajnálom, hogy azt kell tapasztaljam, hogy ez már nem alap, sajnos a mai világunkban. Én ezt sokszor sok helyen észreveszem, hogy ezt valahogy olyan, mint hogyha úgy meg kellene tanítani, mert ez már nem jön természetesen az embernek. Pedig én hiszek abban, hogy minden nagy ember, és most teljesen mindegy, hogy a szakmánkban vagy nem, vagy nem nagy ember, teljesen mindegy, hogy kicsoda, bármilyen munkát végez, bárhogyan él, létezik a világban, alázatra szükség van, nagyon fontos. Ugyanakkor mikor lettél igazából székesfehérvári? Volt egy olyan pillanat, amikor azt érted, hogy igen, megjöttem, és ide tartozom? Sokkal előbb, mint ahogy papírom lett róla. Sokkal előbb, mert ha jól emlékszem, 2014 decemberre óta tudom felmutatni a lakcímkártyámon, hogy helyi lakos vagyok. A szívemben előbb érkeztem meg. Nem tudnám behatárolni, hogy mennyivel, évekkel, sok-sok évvel előtte, kezdtem már teljesen otthon érezni.
itt magam olyannyira, hogy előtt, hogy is volt, nem tudok évszámokat mondani, de béreltem 5 évig egy lakást a belvárosban, pont abban az épületben, ahol a Szabó Gyulának is volt az a kis otthona, ahol lakott, amíg itt játszott és lendolgozott. Mert azt éreztem, hogy én már nem akarok mindenáron visszautazni Budapestre, és feltétlenül ott aludni, hanem sokkal inkább szerettem volna minél több időt eltölteni itt. Aztán nyilván ez egy hosszú folyamat, meg érlelés eredménye volt, hogy teljes mértékben áthelyezzem ide az életem székhelyét, amiben azért nyilván nagy szerepe van a férjemnek is, mert hogy ő fehérvári, de már függetlenül attól, hogy mi megismerkedtünk, már foglalkoztatott ez a kérdés és ez a gondolat, hogy mi lenne, ha itt próbálnám meg az életemet, és azt kell, hogy mondjam, és ezt belemondom a kamerában, hogy életem egyik legjobb döntése volt. Visszatérünk 2000-be. Ugye Pro Civitate díj. Az egyik legrangosabb elismerés, hiszen benne van a városért. Meglepődtél? Nagyon meglepődtem, váratlanul érintett, akkor tényleg ügyesen titkolták a színházban, tehát ezt nagyon, tényleg azt mondom, hogy le a kalappal így a szervezés előtt, hogy úgy tudtunk eljönni egy ilyen ünnepségre, hogy az ember nem számított rá, hogy ő kapja meg majd a díjat, és ez a polgármesteri hivatalban igen. Volt szintén, úgy látszik nekem valamiért a kis tanásterem egy ilyen nagyon fontos színhely az életemben. Ott kaptam meg, úgy sajnáltam is, hogy ó, hát ezt most anyukám nem láthatja, mert szerintem folyt volna a könnye. Nagyon meglepő volt, és nagyon-nagyon jó érzés, és nagyon... Nagyon nagy büszkeséggel töltötte. Arra emlékszem, hogy abban az évben szerintem pont talán próba után is mehettünk oda. Az Osztrigás Micit, egy hölgy a Maximbolt próbáltuk, és azt játszottam abban az évben. És azt, hogy egy olyan szerepet megkapni, mint, hát ez egy abszolút tejföl szerepe egy nőnek egy zenés darabban, szerintem az egyik legjobb szerepem volt ilyen szempontból, így a zenés kategóriában, amire úgy jó visszaemlékezni. És az, hogy még ugyanebben az évben egy díjat is kapok, hát ez már a jutalmak hegye. Kerek volt a történet. Igen. Egy kicsit beszéljünk, az igazgatóváltások általában meghatározzák egy színház életét, és a színész életét is nyilvánvaló. Viszont mi abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy kellő hosszat töltöttek itt az igazgatók, ami azt jelentette, hogy bár a repertoár az mindig igazgató függő, de olyan rendezőket hoztak, hogy én azt hiszem, hogy a te karaktered az végig kidomborodhatott a tehetséged is, mert mindig olyan rendezőkkel találkoztunk mi, hogy mindig voltak nagyon jó Závodszky Noémire élő szerepek. Köszönöm. Ugye? Jól gondolom? Ezt én is így éreztem, és az volt, én azt hiszem, hogy úgy tudtam megfogalmazni régebben, hogy szerencsés vagyok, mert mondjuk egy évadban 3-5 bemutató volt átlagban, ez nyilván változott, ezt nem tudom megmondani, hogy melyik évben hogy, nagyon sokszor inkább az 5, tehát hogy rengeteg bemutatóban játszottam, és mindig, minden évadban volt legalább egy olyan szerep, amire azt mondja az ember, hogy na, ezért érdemes élni. Tehát, hogy amikor tényleg esetleg egy új oldalamat tudom megmutatni, vagy olyan hálás a szerep, vagy valamiért annyira a szívem csücskévé válik, vagy valljuk be őszintén, hogy azért a nőket a világirodalom annyira nem kényezteti el szerepálmokkal, mint a férfiakat. És akkor így, hogy tényleg hosszú éveken keresztül ezek megtaláltak engem, én nagyon boldog és nagyon elégedett voltam. Abszolút. No, akkor itt az ideje, hogy egy kicsit legezzünk. Bár még azért a Primadíjról beszélünk, mert én azt hiszem, hogy a 2018-as, 2017-es, ugye, 8 vagy 7? 7. 7, igen. 2017. Az is egy fontos pillanat, mert az egy... nem konkrétan szakmai elismerés, hanem ott a Prima díjjal az embert és a választott hivatásában elért eredményét díjazzák. Örülök, hogy ezt szóba hoztad, mert ezt én is így éreztem, és én ezt egy óriási megtiszteltetésnek éltem meg, hogy,
hogy megszavazták azt a bizalmat, hogy én kaphattam meg ezt a díjat. Én nagyon nagy becsben is tartom, mert ugye díjakat sokféleképpen oda lehet adni, sokféleképpen el lehet dönteni, sok minden szubjektív, de az, hogy a város, illetve a város vonzás körzete, mert ez egy megyei díj, szavazással dönti el ennek a díjnak a sorsát, úgy, hogy mellettem még azért mondjuk el, hogy olyan emberek voltak, akik szintén óriási dolgokat vittek véghez a saját szakmájukban, és hogy többek között te is, bocsáss meg, most, hogy itt ülsz előttem, mindenki megérdemelte volna ezt a díjat. Mindenki megérdemelte volna ezt a díjat, és úgy, hogy rám esett a választás, illetve hogy megkaphattam, én elképesztő boldog voltam. Egy icipicit szomorúságom, hogy nem tudtam pontosan időben érkezni ennek az átvételére, és egy pár percet lemaradtam, mert előadásom volt, és később tudtam csatlakozni, igen. De így is teljes volt az élmény, és nagyon meghatározta az utána lévő időszakomat, mert én a felhők fölött 10-zel jártam körülbelül. Igen, hát ez egy megerősítés. Na, mindenféle. Igen. Tehát jó igen. Önmagában, hogy gondolnak az emberre. Jó az embernek a visszajelzés még ennyi idős korában is. Hiába tudom az értékeimet, vagy tisztában vagyok saját magammal, mert nyilván az ember ennyi idős korára már talán bölcsebb lesz, és sok mindent önmunkával ugye átalakít magán, és valahogy a helyemre kerültem, szerintem, de azért jó lesznek a visszajelzések. No, akkor legezzünk. Tessék. Egy kicsit. A legkedvesebb szereped, ugye itt már beszéltél egy fantasztikus musicalről, de melyek azok a szerepek, hogy általában, amelyek számodra bejönnek? Ha választhatnék, akkor én azt mondanám, hogy minden műfajból mondanék valamit, mert nem szeretnék. És ilyen szempontból tényleg szerencsés, hogy Székesfehérváron egy színház van, hogy vidéki színház, és minden műfajt ki kell elégíteni, mert nem kell mondjuk csak drámát játszanom, játszhatok vígjátékot, és imádom az összes műfajt. Nagyon szeretem, és szerintem elég jó a humorom, és jó komikai vénám is van. Úgyhogy nekem az is szívem csücske, a drámai szerepeket is szeretem, és a zenéseket is, valljuk be őszintén. Úgyhogy mondtam egy zenéset már az előbb, ami így nekem ilyen nagyon fontos állomás az életem, az a Jégszírom. Nagyon nehéz előadás volt, és nagyon nehéz szerepet is kellett benne játszanom. Az volt az első találkozásom életemben a Valló Péterrel, és ez egy óriási találkozás volt, és rengeteget köszönhettem neki, és tényleg összeteszem a kezemet, hogy dolgozhattam vele. És akkor hopp, egy vígjáték, akkor maradjunk Valló Péternél, a Plazmát is imádtam, azt is ő rendezte, ez is Pelikános előadás volt. Akkor viszont a rendezőt nem is kérdezem, hiszen Valló Péter. Most ez így jött ki, nagyon sok jó rendezővel dolgoztam még, de most így hirtelen darab kapcsán ő volt az, aki nekem egy ilyen nagyon nagy találkozás volt, akire nem is számítottam. És hát legnagyobb meglepetés. Jószerivel a 25 évből nem is emelhetünk ki, hiszen kiemeltünk azért egyet-kettőt, de én azt mondom, hogy egyenletesen magas színvonalon teljesített a színház, legalábbis én a színház rajongó újságíró szerepében tetszelegve mondom ezt, de ez valóságosan így van, hiszen azért hallgatom az embereket. És hát akkor most nem maradt más hátra, mint egy kicsit beszélünk a jövőről. Hiszen kezdődött a színházi évad, egy sok-sok virággal, elismeréssel, és mi vár ránk ebben az esztendőben, tudjuk-e már? Milyen gondolatokkal kezd neki egy évadnak egy színész? Nekem most nagyon-nagyon érdekesen alakult az életem, mert egy olyan szempontból váratlan bemutatom lesz, az időpontja váratlan. A vezetőségtől megkaptam azt a felajánlást, hogy csináljak egyedül egy előadást, és ők ezt támogatják, de nagyon hosszasan keresgéltem egész nyáron, és nem találtam meg, hogy mi legyen az. És a sors, vagy az égiek segítségével augusztus közepén sikerült találkoznom azzal a darabbal, aminek a premierje egyébként most október 4-én lesz, és ez egy nagyon hirtelen és váratlan munka ilyen szempontból, ide tudtuk ugye
betenni így az időpontot, hogy utólag derült ki, hogy mi is lesz ez. Nagyon örülök neki, tele vagyok izgalommal és kíváncsisággal, hogy hogy fogadja a közönség. Nem árulok azzal titkot el, hogy évek óta készülök már belül, tehát annyira kikívánkozott belőlem már valami olyan dolog, hogy éreztem, hogy szeretnék egyedül csinálni valamit, ami valamennyire belőlem szólítja meg a közönséget, valamennyire ott van benne az én lelkem is, egy igényes dolog, egy igényes mű, amit büszkén fel tudok vállalni, és amivel egy picit valahogy az embereknek mutatok valamit abból a gondolkodásmódból, hogy hogyan kellene élni, vagy hogyan érdemes élni, és akkor már el is jutottunk a darab címéig, az a darabnak a címe, hogy dolgok, amikért érdemes élni. És én ezt úgy látszik pont most kaphattam meg ezt a lehetőséget, hogy ezt prezentálhatom, és azért várom nagy izgalommal, mert ilyen se volt még Fehérváron, hogy icipicit azért a közönséget is be fogom vonni. Nem kell megijedni, mert nem mindenkit, és nem lesz benne kötelező semmi, de akik nyitottak lesznek rá, azok segítségével derül majd fény erre a történetre. Érdeklődéssel várjuk. Köszönöm, hogy itt voltál, én boldogságot kívánok. Még egyszer a születésnapod alkalmából is. Mindannyiunk nevében, minden színház rajongó nevében, és hát persze ezeket a közhelyeket én nem mondom, hogy még 25 év múlva majd szintén találkozunk. De legyen így. De legyen így azért, jó? Köszönöm, jó, én is köszönöm. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Závodszky Noémi volt a vendégem, aki negyedszázados jubileumát ünnepelte az elmúlt időszakban, hiszen 25 éve itt van velünk, hála Istennek, tegyük hozzá. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!